hozzájutás nélkül. Fontos, hogy a média, különösen a közszolgálati média egyensúlyt tartson a kereskedelmi és ezáltal fizetett információk és a média fogyasztók, vásárlók számára fontos, az előbbivel azonban ellentétes információk között. Ezért a mostani és a témában később várható előterjesztéseket is kiemelt figyelemmel kíséri bizottságunk. Ez az előterjesztés ígéretes kereteket teremt. Olyan kereteket, amelyek majd tartalommal tölthetik meg az előttünk álló médiatörvényt. A bizottság többségi oldala bízik benne, hogy a tartalommal való megtöltés folyamatában a fogyasztóvédelmi szempontok kiemeltek lesznek a most felállítandó testületek tagjai számára. Ezt a folyamatot bizottságunk figyelemmel kívánja kísérni. Ezen túlmenően fontosnak tartom, hogy a hírközlés és médiabiztos intézményének megteremtését, hiszen így lesz valaki, aki eljárhat a fogyasztók érdemeinek sérelme esetén. A Fogyasztóvédelmi Bizottság az indítványt általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm. A kisebbségi vélemény ismertetésére megadom a szót Simon Gábornak. Megadom a szót Arnót Sándornak, a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság előadójának. Mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A mai délelőtti ülésünkön a Költségvetési Bizottság is megtárgyalta az előttünk levő javaslatot. Vita alakult ki, többségi és kisebbségi vélemény forralmazódott meg. A többségi vélemény fölhozta hasonlóképpen az előterjesztőhöz, hogy működésképtelenség határán vannak a közmédiák. Ez azoknak az intézményeknek a közpénz felhasználását teszi lehetetlenné, amelyek egyébként az ország egyik legnagyobb kincsét jelentik. Nos hát, az egyik közmédiánknál nincs vezető, a másikon tehát nem tudják betölteni, a másiknál pedig most fog lejárni a vezetőnek a megbízatása, tehát mindenképpen kaotikus a helyzet, és ezért szükséges a beavatkozás. Másrészt pedig a többségi vélemény azt is kiemeli, hogy ezek az intézmények jelentős adósságteherrel küszködnek. Mindezekkel egyetértve a többség biztosította a lehetőséget annak, hogy itt a teremben most tárgyaljuk majd ezután a törvényjavaslatot. Ezért kérem, hogy önök is támogassák mindannyian ezt a javaslatot. Négy ellenzéki társunk szólt nemmel és egy tartózkodó volt. Köszönöm szépen! Megköszönöm képviselő úr felszólalását, és megadom a szót a kisebbségi vélemény ismertetésére Vágó Gábornak. Úgy tűnik, hogy a kisebbségi vélemény képviselői rendkívül önkorlátozással élnek ma. Megadom a szót Gulyás Gergelynek, az Emberi Jogi Bizottság előadójának. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottság mai napirendjén megtárgyalta a kérdést, és 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal szemben, 6 ellenszavazattal szemben, köszönöm, általános vitára alkalmasnak találta. Miután a mi bizottságunk kisebbségi véleményének ismertetője, Lendvai Ildikó képviselőasszonyt itt látom a teremben, ő a nem szavazat melletti érveket majd részletesen ki fogja fejteni, én viszont a késői órára is tekintettel csak nagyon röviden érvelek az igen szavazatok mellett. Úgy gondoljuk, hogy az nem lehet vitás, hogy az az intézmény többlet, amit ez a javaslat megkíván szüntetni, az előremutatónak tekinthető. Azt sem tartjuk vitásnak, hogy ez a közpénzek célszerűbb, észszerűbb felhasználásával összefüggésben álló javaslat. Ami az igazi vita volt, az az, hogy egy kétharmados felhatalmazással rendelkező kormánytöbbség élhet-e a kétharmaddal. A bizottság többsége úgy foglalt állást, hogy igen. Nekem is ez a véleményem. Köszönöm szépen. A kisebbségi vélemény ismertetésére megadom a szót Lendvai Ildikó képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, tisztelt alelnök úr, tisztelt ház. Nem az a kérdés, így vélekedtek a bizottság kisebbségben lévő tagjai, hogy egy kétharmados fölhatalmazással élni lehet-e? Lehet. A kérdés az, hogy kaptak-e önök erre kétharmados felhatalmazást? Nem kaptak.
a jelenlegi miniszterelnök február elején a köztelevízióban azt mondta, önök nem kívánnak gyorsan a médiaszabályzáshoz nyúlni, mert a széleskörű szakmai egyeztetést követel. Vitatkozzanak vele, és nem velem. Aki tehát önökre szavazott, ha egyáltalán érdekelte a médiaszabályzás, úgy tudta, hogy ezt hosszas egyeztetés fogja megelőzni. Nos, ehelyett a kisebbségben lévő képviselők véleménye az, hogy ez a törvényjavaslat csomag általános vitára sem alkalmas, mert gyalázatos cinizmus tükröz mind tartalma, mind formája. Tartalma azért, mert annak ürügyén, hogy az egyébként szükséges takarékosságot és észszerűsítést terve veszi, valójában a közmédiumok teljes kormányoldali politikai elfoglalását és a fideszes káderek 9 évre történő bebetonozását tartalmazza. Formájában pedig azért tükröz gyalázatos cinizmust, mert semmilyen fajta egyeztetés nem előzte meg, mert egy törvényjavaslat kivételével a mai napon lehet még módosító indítványokat is beadni, és mivel, engedjék meg nekem a föltételezést, még a kormányoldali képviselők többségeinek sem volt módja, hogy ezt az igen vastag jogszabálygyűjteményt elolvassa. Nekünk volt, mert szükségünk volt rá. Épp ezért ellenvéleményt fejeztünk ki abból a szempontból, hogy a médiaszabályzás eddig paritásos elvét a kormányoldal kizárólagos döntési lehetőségeinek elvével cserélik fel. Az ORTT helyébe lép a médiatanács. A médiatanács és az új hatóság elnökét már nem a köztársasági elnök és a miniszterelnök közösen javasolja a parlamentnek, nem is a parlament választja meg, a miniszterelnök nevezi ki. A médiatanács többi tagját egy olyan jelölőbizottság jelöli a parlamentnek, ahol második körben már a kétharmados mandátumarány elegendő. Olyan médiatanács állhat tehát elő, ami kizárólag kormánypárti véleményeket és jelöléseket tükröz. De megszűnik a kuratórium korábbi paritása is. Már a szám is szemérmetlen, önök 5 tagú kuratóriumot javasolnak. Elnökét természetesen a kormányoldal médiatanácsa javasolja. 2 az ellenzék és 2 a kormányoldal. Ha ez összejön, akkor is 3-2 arányban mindenről dönthetnek a kormánypárti delegáltak. Megszűnik tudnélik a kuratóriumban eddig meglévő 2/3 döntési kötelezettség és lehetőség. De össze se fog jönni, uraim, ezért cinikus ez a szám. Önök ellenzéki koalíciót föltételeznek, azt gondolják, hogy az ellenzéki oldalnak meg kell majd 2 kurátorban állapodni. És mivel tudják, hogy ez lehetetlen, eleve beírják a törvénybe a csonka kuratóriumok törvényesítését, azt, hogy enélkül is, pusztán a kormányoldalból is összeállhat a kuratórium. De legnagyobb sajnálatomra önök nem bíznak saját kurátoraikban sem, nem pályáztathatják tudnélik a közmédiumok vezérigazgatói posztját, 2 ember közül választhatnak, mind a 2 a kizárólag kormánypártiakból összeálló médiatanács fogja javasolni. Ehhez képest különösen gyönyörű a 9 évre való bebetonozás. Önök nem bíznak saját választási győzelmükben sem, sem a következő, sem az azutáni választási ciklusban. Ezért mind a médiatanács elnökét, mind a hatóság elnökét, mind a médiatanács tagjait, mind a kuratórium tagjait 9 évre betonozzák be. Uraim, ez a javaslat így nem csak vitára nem méltó, komolyan vételre sem. Nem csodálom, hogy önök közül csak azok pirulnak, akiknek módjuk volt elolvasni a javaslatot, későbbiekben fognak pirulni azok is, akik kénytelen, kelletlen megismerkednek a szakma és a közvélemény véleményével. Köszönöm figyelmüket! Az Alkotmányügyi Bizottság jelezte, hogy nem kíván előadót állítani. Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólásokra kerül sor a házszabály szerint 30-30 perces időkeretben. Ezek közben 2 perces felszólásokra nem kerül sor. Elsőként megadom a szót Puskás Imrének, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, először is
szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem fogom felülmúlni a napirend előadóját, és én is önmérsékletet fogok tanúsítani az időkeretet illetően. Nagyon sokszor hangzott el már ebben a néhány hétben is a házban a kétharmadra való utalás, és arról való polémia, hogy ez milyen felhatalmazást is ad a többség számára, és hogy élhet-e ezzel a felhatalmazással. Meggyőződésünk szerint ez nem egyszerűen felhatalmazás, hanem kötelesség. A cselekvésre való felhívás volt. És amikor a jogszabály tervezetek a ház elé kerülnek, akkor szinte minden egyes alkalommal az ellenzék elmondja, hogy erre a Fidesz a kampányában nem tett utalást, ez a programjában nem szerepel. Én azt gondolom, hogy kár volna elvitatni azt a tényt, hogy a társadalomtól egy eddig nem tapasztalt felhatalmazást kaptunk a szavazóktól a választásokkor, és ezzel a felhatalmazással élni kell. És a társadalom számos területe megújításra szorul, és ezen területek egyike a nyilvánosság szabályozása, a nyilvánosság szereplőinek a különböző módon történő megújítása. Az államnak ebben a kérdésben vannak hatósági és vannak tulajdonosi, a közmédiumok felé tulajdonosi kötelezettségei és jogai. Ez a jogszabály módosító csomag, amely most itt előttünk van, gyakorlatilag mindkét kérdésben nagyon komoly előrelépést és szabályozási rendszert hoz létre, megfelel annak a társadalmi elvárásnak, és reményeim szerint valamennyiünk elvárásának, hogy egy olyan szabályozása legyen a médiának Magyarországon, amely átlátható, amely hatékony, amely az eddiginél jóval költségtakarékosabb. Az a tervezet, amely előttünk van, ezeknek a feltételeknek, ezeknek az elvárásoknak meg tud felelni. Az a szabályozás, amely most ezekben a tervezetekben szerepel, gyakorlatilag leegyszerűsíti, átláthatóbbá teszi, és minden bizonnyal hatékonyabbá ezt a rendszert. Az, amely módon a hatósági feladatokat egyetlen szervezetbe rendeli, ez önmagában is ebbe az irányba mutat, és azokat az Európai Uniós tendenciákat követi, amely szintén ezt az irányt mutatja más országokban is. Meggyőződésünk szerint ez helyes, és azok a felvetések, amelyek arról szólnak, hogy ennek, illetve ezeknek a testületeknek a vezetőinek, vezető testületeinek a megválasztása, az valamiféle visszaélést jelentene ezzel a felhatalmazással, amellyel mi itt rendelkezünk. Meggyőződésem szerint nem erről van szó, a lehetőséggel élünk, és nem abba az irányba kívánunk haladni, amely a helybenjárást, a végtelenségig elhúzódó, reménytelen konszenzus kereséssel gyakorlatilag ezeknek az intézményeknek a további felmorzsolódásával jár, és óriási pénznyelőként működik. Tehát amikor ezeknek a testületeknek a megválasztási szabályozása oly módon történik, ahogyan ezekben a jogszabályi tervezetekben olvasható, akkor gyakorlatilag csupán azt a felhatalmazást, azzal a felhatalmazással kíván élni a többség, a parlamenti többség, amely a társadalom döntése után született, és tekintettel arra, hogy ez a működőképesség az intézmények működtetésének az irányába hat, ezért ez nem visszaélés, hanem a maximálisan ennek a felhatalmazásnak a apró pénzre váltását jelenti. Ahogyan a közmédiumoknak a működtetése történik a jövőben, ez is egyértelműen arra utal, hogy a takarékosság, a bonyolulttól az egyszerűség egyszerűbbé felé lépés történik, és reméljük, hogy ez valóban